Jó napot kívánok! A Tolnatáj Televízió megyei híradóját látják a mögöttünk álló hét legfontosabb híreivel. Három oktatási intézmény újult meg Kurdon, a település két iskolája és az óvoda is energetikai korszerűsítésen esett át. A munkák a területi és településfejlesztési operatív program támogatásával készültek el, amihez az önkormányzat 12 millió forinttal járult hozzá. Sűsámolyanit magában mégis nagyon szomorú. Nagyot recsen most a tető, sűsámolyanit A kurdi óvodások versenyt készültek az avatásra érkezők köszöntésére. Az avisok mellett az iskolások is örülhetnek a megújult intézménynek, hiszen gyakorlatilag a teljes belső építészete megiszépült mind a három épületnek, és a kisiskolásoknak nem kell már télen az udvaron keresztül vécére járni. A korszerűsítések összesen 100 millió forintot emésztettek fel a területi operatív program finanszírozásából, melyben az önkormányzat 12 millió forintnyi részt vállalt. Nem csak amiatt, hogy már kevesebbet ért a pénz 2016 óta, hanem azért is, mert szerettük volna kiegészíteni olyan dolgokkal, mint itt a csempeburkolat, illetve az óvodánál statikai problémákat is meg kellett oldani, ott a födémet meg kellett erősíteni. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a kormányzat és a megyei önkormányzat is kiemelten kezeli az oktatást és a gyerekeket érintő beruházásokat. Én látom, meg tudom azt, hogy a gyerekeknek mit jelent az, hogy egy korszerű, modern, tiszta, világos, meleg iskolába kell járniuk, és ott kell az első cseppeket a tudásból meríteniük. Azt hiszem, hogy erre ez csodálatosan jó lesz az épület, és ez ugye már nem az első itt a járásba sem, a megyébe sem. Azt gondolom, hogy a jövő nemzedékeit építgetjük szépen apránként, téglánként, darabonként, gyerekenként, és ez úgy néz ki, hogy működik. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is szólt, választókörzetében majd minden településen segíteni tudták az egészségügyi és az oktatási intézmények korszerűsítését, és ez a családok évében különösen fontos lépés. Választókörzetben az elmúlt egy-másfél évben szinte nem volt olyan település, hogy valamilyen fejlesztést ne adtunk volna át. Ezek egyrészt voltak helyi orvosi rendelők, ezen kívül pedig számos óvoda és általános iskola, akár kisiskola, akár pedig felső tagozati iskolának az épülete újult meg, úgyhogy öröm számomra az, hogy szinte mindenhol jutott pénz a fejlesztésre, a kormánynak, illetve uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően. Vállalkozói fórumot szervezett a Paksi önkormányzat, amire az építőiparban tevékenykedő vállalatokat várták. Az összejövetelen Szabó Péter Paks polgármestere ismertette a közeljövő városfejlesztési munkáit. Süli János tárca nélküli miniszter pedig Paks 2 beruházással kapcsolatos információkat, lehetőségeket osztotta meg az érdeklődőkkel. Vállalkozói fórum keretében tájékoztatta Paks polgármestere a megjelent építési vállalkozókat, azokról a városfejlesztési feladatokról, amelyekre a közeljövőben várják a helyi cégek pályázatait is. Szeretnénk, hogyha ezekben a beruházásokban őket helyzetbe hoznánk. Szabó Péter számos olyan beruházást sorolt fel, amelyek a Paks 2 beruházás megkezdés előtt a következő időszakban fognak elkészülni, mint például a lakótelepi park teljes körű felújítása, az Életfa idősek otthonának bővítése, a polgármesteri hivatal felújítása, a Dunakömlőt Paks közötti kerékpárút kivitelezése és számos intézmény felújítása, korszerűsítése. Biztosítottam természetesen a vállalkozókat, hogy a polgármester ajtaja mindig nyitva áll, és várom őket nagyon sok szeretettel, bármilyen ügyes-bajos gondjuk van. Süli János tájékoztatta a vállalkozókat a Paks 2 beruházással kapcsolatban, aki felhívta a vállalkozók figyelmét arra, hogy a minél sikeresebb és több munka megszerzése érdekében fontos a helyi cégek társulása, együttműködése. Mindig azt erősítjük, hogy társuljanak. Persze ugyan még a társulás mellett az a tőke igény, amit a orosz fél megkövetel majd garanciaként, abban majd mi nekünk segíteni kell. A miniszter hangsúlyozta, mindenképpen számítanak a helyi vállalkozókra, akiket mindenben segíteni szándékoznak.
Éppen ezért hoznak létre Pakson egy tájékoztatóirodát, ahol könnyebben juthatnak majd információhoz a kiírt munkákkal kapcsolatban. A magyar sajtó képviselőit látta vendégül a leningrádi atomerőmű Szentpéterváron, ahol ugyanolyan blokkokat építenek, mint amilyenek Pakson is üzemelni fognak. A két új blokk közül az első decemberben kezdi meg a kereskedelmi üzemét. A második blokk átadására 2020-ban kerül sor. Azt mondják, minden az ütemterv szerint halad. A leningrádi atomerőmű fogadta a magyar sajtó egy csoportját. Az első kiépítés 4 RBMK ezres típusú blokkjai a következő években üzemidejük végéhez érnek. Leningrád első kiépítés 1-es blokkjának ez év decemberére tervezett végleges leállításával összehangoltan a Leningrád 2-es kiépítés 1-es blokkja megkezdi a kereskedelmi üzemét. Az ütemterv szerint haladó beruházás második blokkja 2020-ban kerül átadásra. Az új blokkok a kapacitás fenntartása tekintetében játszanak fontos szerepet, amelyek tervezett üzemideje 60 év. Ezek a blokkok számítanak a Paks 2 atomerőmű referencia blokkjainak. A látogatás alatt az orosz szakemberek hangsúlyozták a beruházás során szerzett tapasztalatok megosztásának jelentőségét, amelyek segíthetik a paksi beruházás minél kiválóbb megvalósítását. A nyomottvizes reaktorok költséghatékonysága mellett a legfontosabb jellemzője a VVR 1200 típusú, 3 plusz generációs blokkoknak, hogy 4 egymástól független biztonsági rendszer garantálja az atomerőmű biztonságos üzemelését. Nagyobb fokú ezen blokkok automatizáltsága, modernebbek, és ami a legfontosabb, még biztonságosabbak, mint az előzőek voltak. A vállalatunk és a Rosatom számára is prioritás a biztonság. Ez a blokk nagyságrenddel biztonságosabb, elképzelhetetlen egy Fukushima-ihoz hasonló baleset. Alekszandr Beljajev elmondta, ezek a blokkok úgy lettek megtervezve és kialakítva, hogy képesek ellenállni külső veszélyeknek, mint például földrengésnek, repülőgépbecsapódásnak. A modern passzív biztonsági rendszerek elektromos betáplálás nélkül is képesek működni, továbbá a zóna olvadék csapda kialakítása is újabb garancia arra, hogy egy tervezési alapon túli baleset esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zóna olvadékban, és hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. Alekszej Birjukov, a leningrádi atomerőmű 2-es kiépítés 2-es blokkjának szerelési munkájáért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy az előkészítés nagyon fontos folyamatnak tartja, hiszen a megfelelően előkészített tervek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az építési munkálatok során ütemesen és pontosan lehessen haladni. A Pakson épülő 3 plusz generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelést biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Erről Lenkei István beszélt Budapesten egy épületgépészeti szakemberek számára szervezett konferencián. A Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a beruházástól a korszerű minden biztonsági előírásnak megfelelő blokkok mellett Magyarország azt is várja, hogy a gazdaság húzó erejévé váljon. A villamosenergia rendszer stabilitása és kiszámíthatósága, valamint az import kitettség csökkentése érdekében született döntés két új atomerőművi blokk építéséről. Nem vetélytársai, hanem éppen ellenkezőleg jó kiegészítői egymásnak a megújuló források és az olcsón, megbízhatóan, klímabarát módon termelő atomenergia, mondta el Budapesten egy épületgépészeti szakmai konferencián Lenkei István. Hozzáfűzte, hogy a Pakson épülő 3 plusz generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelés biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Mit vár még a új biztonságos blokkok mellett Magyarország ettől az építkezéstől? Azt várja, hogy a magyar gazdaság egyfajta húzóerejévé tudjon válni. Ennek az áloga az, hogy 40%-os magyar ilyen beszállítói részvény legalább legyen meg.
Az, hogy az erőművet meddig építjük, egy nagyon fontos kérdés, de ennél még fontosabb, hogy megfelelően készítsük elő, és a szükséges műszaki dokumentáció és engedélyek rendelkezésre álljanak. Erről már Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató, a társaság vezérigazgató helyettese beszélt. Azt mondta, a magyar nukleáris szabályozás a szigorú nemzetközi rendszer szerves része, és mint ilyen, igen komoly elvárásokat támaszt az atomenergia alkalmazóival szemben. A Paks 2 atomerőmű ZRT műszaki igazgatója Kovács Gábor épületgépészeti oldalról megközelítve beszélt az atomerőmű beruházásról. Azt mondta, minden rendszert, legyen szó akár fűtésről vagy szellőzésről, ugyanolyan szigorú elveket figyelembe véve terveznek meg és építenek ki, mint a primerköri berendezéseket. Az ország legtőkeerősebb pénzintézete az OTP kínál segítséget az önkormányzatoknak ahhoz, hogy el tudják kezdeni a területi és településfejlesztési operatív programban elnyert fejlesztéseiket. A munkálatokat jelentősen nehézíti, hogy a pályázatok benyújtása óta sokat drágultak az építőipari anyagok. Betonmederben csordogál a víz kismányokon az út melletti vízelvezető árokban. Néhány hónapja adták át a terület és településfejlesztési operatív programból megvalósított közel 21 millió forintos fejlesztést. A kivitelezés és a pályázat benyújtása között hónapok teltek el, ami jelentősen megdrágította a beruházást. 15-20%-kal drágultak az építőanyagok az elmúlt évhez képest. Amikor évvégén megnyertük a pályázatokat, ugye akkor már el lehetett számítani. Tehát én azt gondolom, minden önkormányzatot ez nagyon megterhet, köztük kismányokat is. Kismányokon a plusz kiadásokat az előző évből megmaradt 4 millió forintos megtakarításból még ki tudta fizetni az önkormányzat. Sok településen viszont komoly gondot jelent a drágulás. Ezeknek az önkormányzatoknak kínál segítséget az OTP. Egyes beszélések szerint egyébként a projektköltségek és a valós kivitelezési költségek között országosan több száz milliárd forintnyi rés kínálkozik. Így van ez egyébként Tolna megyébe, és mi úgy gondoljuk, hogy körülbelül a 6 milliárd forintos gap mutatkozik. A tényleges költségek és a pályázatban jóváhagyott költségek között. A TOP programok koordinációjáért felelős Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, az ország legtőkeerősebb pénzintézete olyan anyagi biztonságot tud nyújtani a települések önkormányzatainak, amit érdemes lehet kihasználni. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen erős pénzintézet az jó, ha az ember háta mögött ott van, hiszen az életben nem lehet kiszámítani mindent, hogy mi következik az elkövetkező időben, és emiatt hasznos, hogyha tudunk valahova nyúlni, tudunk egy tőkét találni, egy pénzerőt, ami a fejlesztéseinket lehetővé teszi. Szakértők szerint egyébként az önkormányzati fejlesztések kivitelezési árai a pályázatok benyújtása óta legalább 25-30%-ot drágultak. Országosan ez nagyjából 100 milliárd forint többletkiadást okoz a településeknek. 1956. októberében alakult először az országban Takarékbank fiók Dunaföldváron. A Hungária Takarék most megújított irodáját nyitotta meg a városban. Horváth Zsolt polgármester a megnyitóban azt mondta, a kölcsönös bizalom jellemzi a kezdetek óta a város és a pénzintézet viszonyát. Dunaföldvár a Takarék Szövetkezeti Bankrendszer szülőanyja. 1956. októberében itt jött létre az ország első Takarék Szövetkezeti fiókja. Mára a Dunaföldvári a Hungária Takarék összeolvadása után az egyik kiemelt fiók. A Hungária Takarék 78 milliárd forinttal ma Tolna megye második legnagyobb mérlegfőösszegű vállalkozása a Paksi atomerőmű után. Jelenleg 8,3 milliárd forintos saját tőkével rendelkezik, mely megfelelő alap arra Paks 2-ben résztvevő vállalkozások számára is megfelelő kondíciókat biztosítson. Nekünk a céljaink egybe esnek itt a munktörekvésével, mi is fogjuk azokat a formákat keresni, akár a bankokkal együttműködve, hogy hogyan tudjuk a segítséget megadni arra, hogy megfelelő kezdőtőkével tudjon egy vállalkozás rendelkezni, illetve az erőműbe bármit beszállított, hogy a jó teljesítési garancia értéke is jelentős ideig lehet bent, ezt is finanszírozni kell, tehát mi mindenféleképpen örülünk a bankok erősödésének. A város lakosságának ellátása mellett kiemelten fontos a takarék számára a mezőgazdaság szakszerű és hatékony támogatása, mondta Gáspár Csaba ügyvezető igazgató.
sikerült az egyesülésekkel azokat a különbségeket megszüntetni, ami takarékszövetkezete és takarékszövetkezetet jellemzett. Ez ma már ilyenről nem beszélünk. Sikerült egy olyan tőkeerőre szert tennünk, aminek következtében, és ez most lehet, hogy meglepő, amit mondok, de akár a rendkívüli volumenű paksi erőmű beruházáshoz kötődő helyi szintű sok milliárdos igényeket is ma már minden további nélkül tudja a helyi takarékszövetkezet, a Hungária kezelni. A hosszú együttműködés a bizalmon alapul, fejtette ki a település polgármestere. Az ember egyszer valahova oda kerül, megelégedett, nem jön el. Utána kialakul a személyes bizalom is ebbe az egész dologban, és úgy gondolja, hogy a személyes kapcsolat és az egész ügyvitelben, hogy a megbízhatóság és a mindig pontos teljesítés, az végül megpecsételi azt a sorsot, hogy összezárja a két ügyfelet ebben a dologban. A megújult bankfiók a régióvezetés székhelye is, emellett 20 banki szakembernek ad munkát. Cukrász tanulóbázist avattak Dombóváron. A diákok gyakorlati képzésére szolgáló konyhát egy helyi vállalkozó, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen alakította ki, mert egyre több diák választja ezt a szakmát. Ennek ellenére az Észak-Tolna megyei városban nemrégen bezárt az eddigi gyakorlati hely. Szalagátvágás az udvaron, az épületben pedig lázas munka folyik, már dolgoznak a cukrásztanuló diákok az új dombóvári tanüzemben. Nekem nagyon tetszik az, hogy kreatívan lehet dolgozni, szeretem az ilyen habos, babos, kis pepecselős munkákat, és én ezért szeretnék cukrász lenni. A cukrász műhely egy helyi vállalkozónak köszönhetően épült meg. Topa Imre eredetileg ide egy kömüves és ács tanuló bázis tervezett, ám azt mondja, az elmúlt hónapokban egyre többen keresték meg azzal, hogy szükség lenne a városban egy konyhára, ahol a cukrász tanulóknak tudnak gyakorlati képzést nyújtani. Szeptembertől kialakítottunk gyorsan egy kis területet. Szerencsére sikerült nagyon jó pályázati forrást hozzá szereznünk a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara segítségével, illetve a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán keresztül Európai Uniós támogatást, visszanemtérítendőt. Dombóváron néhány hónapja zárt be az addig itt működő cukrásztanulóbázis, pedig egyre több diák választja a környéken ezt a szakmát, ezért lépett a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara. Tolna megyében elég kevés képzőhely foglalkozik cukrásztanulókkal, és itt Dombóváron volt város- és lakásgazdálkodásnál egy képzőhely, ahol megszüntették a képzést, ezért volt nagyon sürgős és nagyon fontos, hogy ez a képzés valamilyen szinten pótolva legyen. A dombovári üzemben most 15 diák tanulja a cukrász szakmát, a tervek szerint jövőre pedig legalább ugyanennyien kezdik meg itt a gyakorlati képzést. A Dél-Dunántúli régió szakszervezeti titkárai tanácskoznak két napon keresztül Dombóváron. A találkozón kiemelt témaként szerepel a Fidesz által tervezett munkatörvénykönyv módosítás. Ez szerint a munkavállalókat hetente akár 36 túlórára is kötelezhetnék a munkáltatók. Az ezért járó bért pedig ráérnének csak 3 év múlva kifizetni. Mihez van joga a munkáltatónak és mihez nincs? Milyen kérdésekre terjed ki a kollektív szerződés és miket szabályozza a jog is külön? Ezekre a kérdésekre kapnak választ jogászoktól a Dél-Dunántúli régió szakszervezeti titkárai a kétnapos konferencia alatt. A rendezvénynek az a célja, hogy a szakszervezeti titkárainkat a régión belül felkészítsük a mindennapi problémákra, képzésekkel ezen a képzésen keresztül. Ugyanúgy itt az alapszervezetek működésétől kezdve a munkatörvénykönyvén keresztül a napi teendőkig erre próbáljuk felkészíteni a szakszervezeti titkárainkat. A tanácskozás témái között kiemelt helyen szerepel a munkatörvénykönyvének módosító javaslata. Ez szerint évente akár 400 óra túlórára is kötelezhetőek lennének a munkavállalók, az ezért járó bér kifizetésével pedig nagyon sokat, akár 3 évet is várhatnának a munkáltatók. A szakszervezetek szerint ilyen mértékű joghátrány évtizedek óta nem érte a magyar munkavállalókat. A 400 óra túlóra nagyon kibővíti, gyakorlatilag 6 naposát teszi a munkaheteket. A 36 havi munkaidőkeretről pedig csak annyit tudnék mondani, hogy ki szeretné úgy élni az életét, hogy az esetleges túlórákra járó plusz bevételt csak 3 év múlva kapja meg. Én úgy gondolom, hogy van miről beszélni. A módosító elfogadására december 12-én kerülhet sor. A szakszervezetek az azt követő napokra már most országos útlezárásokkal és tüntetéssorozattal készülnek. Lakhatatlanná vált egy családi ház Tolnamözsön, mert vasárnap a konyhájában felrobbant egy PB gázpalack.
Az ingatlanban egy özvegy férfi és a lánya lakott. Hogy mi okozta a balesetet, nem lehet tudni. A háznak kidőlt az egyik tartófala, amit a tűzoltóknak kellett megtámasztaniuk. Az ablaktokot is kiszakította a detonáció a falból, a keret az utcán a földön hevert, a PB gázpalack az épület konyhájában robbant fel, majd ugyanitt keletkezett tűz is. Megégtek, azt mondom, meg van a kékbe. Ez az utcabeli nő végignézte, hogy a mentők ellátták a házban élő özvegy férfit és a 20-as éveiben járó lányát. Ketten laktak az ingatlanban, amihez 2006-ban a már akkor is nehéz anyagi körülmények között élő férfi önkormányzati segítséggel jutott hozzá. Sokan voltak, kettő tűzoltó volt, sokan voltak, rengetegen voltak. És akkor még égett az egész minden, ott túlsó felén a ház, mert hátul elkapta. A lángokat tolnai és szekszádi tűzoltók fékezték meg, ám a ház még a gyors beavatkozás ellenére is lakhatatlanná vált. A ház ablakai kitörtek, a tartófal sérült, ez kidőlt a szomszéd udvara felé, amit a szekszádi hivatásos tűzoltók támasztottak meg. Lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség az eset kapcsán, a ház lakóit ideiglenesen ismerősöknél helyezték el. Hogy a férfi és a lánya mikor költözhetnek vissza az ingatlanba, azt egyelőre nem lehet tudni. Információink szerint már mindkettőjüket kiengedték a kórházból. Világháborús hősi emlékművet újítottak fel Sárpilisen. A település polgármestere azt mondta, a két világégés idején az ott élő romák közül sokan az életüket adták az ország szabadságáért. Tolna megye kormány megbízottja pedig arról beszélt, hogy az első világháború lezárásának 100. évfordulóján különösen fontos megemlékezni az áldozatokról. Tűzörök, állj! Hátra! Harc! Katonai tiszteletadás előzte meg a felújított sárpilisi világháborús emlékmű átadását. Az emlékművön 54 hős neve szerepel, akik az első és a második világháborúban harcoltak. A település lakóinak emlékezetében kitörölhetetlen fájdalmat okozott a két világégés. 1942-ben az innen elindult férfiak 80%-a soha nem tért már vissza Sárpilisre. Meg kell említeni, hogy roma származású áldozatai is vannak a második világháborúnak, tehát roma emberek is életüket áldozták a hazáért a Donkanyarba. A felújított hősi emlékmű átadásán Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja arról beszélt, az első világháború lezárásának 100. évfordulóján különösen fontos megemlékezni az áldozatokról, hogy hasonló szörnyűség soha ne fordulhasson elő újra. Fontos az, hogy ezekről a hősökről, ezekről az áldozatokról megemlékezünk, és méltó módon próbáljuk meg őket megőrizni az emlékezetünkben, illetve hogy méltó módon tudjuk őket meggyászolni. A sárpilisi emlékmű felújítását a helyi önkormányzat és az első világháborús centenáriumi emlékbizottság finanszírozta. Németországi partner egyesületüktől kaptak új tűzoltó autót a Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. A jármű sokkal korszerűbb, mint az, amit eddig használtak. Az elmúlt évek statisztikái alapján évente nagyjából 20-szor kell majd balesethez vonulniuk vele a faddi lánglovagoknak. Ma Dániel, be tudsz ülni? A gyerekek vették birtokba elsőként a faddi önkéntes tűzoltók új járművét. Izgatottan figyelték a rengeteg gombot a kocsi műszerfalán. A tűzoltóautó Németországból ajándékként érkezett Fadra, a helyi önkéntes tűzoltók ottani testvérszervezetének hála. Ez az új szer a régihez képest egy fényévnyi ugrás, hiszen abban fele ennyi víz volt, habanyagot nem is hordozott. A kialakítása a fakjainak olyan, hogy sokkal több mindent tudunk elhelyezni rajta, ezért ha kimegyünk, akkor minden egy helyen van, akár a vízszivatáshoz, akár a műszaki mentéshez, tűzesethez, mindent egyszerre el tudunk vinni magunkkal, nem kell visszajönni. Fad polgármestere azt mondja, tavasszal építenek egy új garást is az autónak, néhány éven belül pedig a helyi egyesület székházát is fel akarják újítani. Remélem, hogy fog nyílni valami pályázati lehetőség egy pár éven belül, és akkor meg tudjuk újítani ezt a tűzoltószertárat is, és méltó helyre kerülnek az autók is, és természetesen az önkéntes tűzoltók is. A faddi önkéntes tűzoltók a statisztikák alapján évente eddig nagyjából 20 alkalommal vonultak balesetek helyszínére. Ezen túl ilyenkor már a most kapott autót használják majd. 300 Mikulás csokoládét osztottak szét a rendőrök Tolna megye szerte a szabályosan közlekedő autósoknak.
Ez volt a második ilyen akció a megyei rendőrfőkapitányság részéről. Az akció üzenete, hogy az állampolgárok ne csak mint büntetőszerv gondolkodjanak a rendőrségről, hanem a biztonság és a rend fenntartójaként is. Zombán ellenőrzik a rendőrök az autósokat. Elsőre meglepő a két rendőrautó is az öt egyenruhás az útszélén. Hiába közlekedünk szabályosan, egy rendőrségi leintés általában stressz helyzetet jelent a vezetőnek. Van egy kis stressz az emberben, hogy a sűrűn nem állítottak meg, de hát betartjuk a szabályt. Pont a hasonló érzéseket hivatott eloszlatni a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya december 6-ai akciójával. Kollégáim a mai napon közúti ellenőrzéseket hajtanak végre a megye különböző településein, adhok jelleggel, az egész nap folyamán. Aki a baleset megelőzési akcióban minden szempontnak megfelel, szabályosan közlekedik, semmiféle szabályszegést nem állapítanak meg vele szemben a kollégáim. Ők egy Mikulás csokit kapnak ajándékba a rendőröktől, ezzel is kicsit kedveskedünk az állampolgároknak, és megmutatjuk azt, hogy a rendőrök nem csak büntetni tudnak, hanem különböző kampányok keretében esetleg ajándékokat is adhatnak az állampolgároknak. A második alkalommal megszervezett baleset megelőzési programon 300 darab Mikulást osztottak szét az autósoknak. Egyelőre még csak az van, hogy ellenőriztek helyesen. És minden rendben volt? Minden, remélem rendben volt, úgyhogy a rendőröktől ezt várom el, hogy korrekt, normális ellenőrzés legyen, én meg korrekt, normálisan viselkedjek. Gratulálok, köszönöm szépen, kedves hölgyem, örülök neki, hogy rendben voltak a dolgaim, és örülök neki, hogy korrekt volt a vizsgálat. Reggel Hőgyészről indult az ellenőrzés, Kétyen keresztül Zombán át, majd délután Öcsény, Decs és Sárpilis irányában folytatták a programot. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság január 1-jére is készül hasonló akcióval. A megyei híradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!